Sziasztok! Bár úgy tűnik, hogy ezen minden betű úgy gondolom, hogy japánul lehet. Ennek ellenére ezt a KitKat-et egyébként itt Magyarországon vettük, és majd a videó végén el is mondom nektek, hogy hol kaptok ilyet. De hát először is nyissuk ki. Egyébként ehhez, mint látjátok ott, egy ilyen kávés, de itt a hátulján egyébként itt van szintén info, és itt azt írja, hogy café latte ízű. Ebben a minden igaz 12 van, hát nézzük meg, hogy ilyen is. Ugye mostanában, milyen érdekes ennek a csomagolás már papír, tehát hogy mostanában ugye látszik, hogy elindult, hanem nem is ki mindent, mert lehet, hogy mindegyik valamiért más, de lehet, hogy tévedek, nem, úgy tűnik, hogy kétféle van. Várj, mintha az üzenetek mások lennének, nincs? Mert tényleg többféle van. Akkor jó, hogy kiborítottuk. Ugye már találkoztunk ilyen különlegesebb KitKat-tel, ha emlékeztek rá. Igen, ezeken mindegyiken más üzenet van, csak ugye mi nem tudunk japánul. Igen. Nem elég jól. Na jó, addig kinyitok egyet, hogy megnézzük, hogy milyen. Hát... illatra szagold meg te is, sima KitKat illata van, nem. Tehát hogy én nekem nagyon nem. Nem, szagláld meg újra, érezni egy kicsit ilyen kávés. Igen, illatot. Nekem az nagyon halványan érezhető. Igen. És még gondolkozom, hogy mi az, amit érzek rajta, amúgy közben megmutattam, hogy így néz ki a csokiuk. Én érzek benne, és azon gondolkozom, hogy kellemesen édes kis kávés illatot érzek benne, és azon gondolkozom, hogy mire hasonlít, de nem jut eszembe semmi, de valamire tudom, hogy hasonlít, valamilyen édességre, amit is kóstold meg. Alapjában mivel... Mondjuk meg őket külön. Azt kell mondjam, hogy meglepő, tényleg ez a kávés íz ott van. Nem az a túl intenzív kávés íz, mint amit így gondoltam volna, de kellemes, tehát hogy nem nincsen vele semmilyen problémám, alapjában véve ízlik. Hát nem ez a legextrémebb, amit így... ettünk ugye KitKatból, de még kóstolni fogunk majd pár KitKatot. Egyébként ezt itt Budapesten vásároltuk, méghozzá a Korvin sétányon. Ahogy mentek a Korvin sétányon kifele, balra lesz egy olyan bolt, hogy Oriental Market, és ott rengeteg ilyen ázsiai dolgot lehet venni, és többek közt például ilyen KitKatot is, ezt mi konkrétan ott vettük. Én nekem ez most között egyébként most, hogy így a vége maradt, meg kifejezetten bejön. Igen, nem, tehát, hogy nem túl intenzív. Nem, igen, tehát hogy alapvetően mi nem szoktuk szeretni a kávés ízt. Én igen. Gondolj csak a Merci-re. Akartam olyan Merci-jét például kivéve, de tudod, az igazán erős kávésokkal olyan vagyunk oda, de ez kifejezetten kellemes. Tehát, hogy most úgy ennék még egyet szívem szerint. Majd fogok is? Rendben. Hát, ha érdekel titeket más KitKat, vagy egyéb ilyen édesség, ami különlegesség, és hogy persze, hogy hol kapható, akkor kövessetek minket itt a Facebookon, a YouTube-on, itt a YouTube-on és a Facebookon, és még egyszer mutatom, ez volt az, hogy ha akartok venni az Oriental Marketben, amíg van készleten, addig tudtok ilyet venni. Elvileg egyébként gyorsan változik a repertoár, tehát érdemes időben elmenni venni, hogy ha akartok ilyet. Sziasztok! Sziasztok.